Hát, sziasztok! Arról szól az UHNI Híradó, hogy Federico Chiesa, a Juventus játékosa előtt, hogy a Fiorentináé volt, Ánne Slot, csapatába kerül, tehát a Liverpoolba, úgyhogy indokolt egy olyan videónak az elkészítése, amely egy kicsit körbejárja ezt a dolgot, hogy Szoboszlainak ez mit jelent, szobosztai számára ez negatív vagy pozitív szituációt jelent, és erről fogok elsősorban szólni, de mielőtt erre sor kerül, azért emeljük ki azt, hogy Federico Chiesa egy világszerte ismert és elismert játékos, több mint 50 olasz válogatottsággal rendelkezik, és bizony bármelyik csapatban játszott, azért mindenhol, ha nem volt éppen súlyosan sérült, akkor gólerős idényeket tudott a magáénak. Már 2019-20-ban a Fiorentinában a bajnokikon, 34 bajnokin 10 gólt rúgott és 6 gólpaszt adott. Aztán a Juventusban is volt egy nagyon remek idény a 21-es, amikor ugye 30 mérkőzésen 8 bajnoki gól és 7 gólpaszt fűződött a nevéhez, és hát a legutóbbi idényben is 33 mérkőzésen 9 gólja és 2 gólpassza volt, és a nemzetközi kupákban is nagyon jelentős teljesítménye volt, elég csak a 21 es időszakot kiemelni, amikor a juventus a bajnokok ligájában 8 mérkőzésen 4 gólt rugott és 1 gólpasszt Jó korban van Kéza, egy nagy sérülés után, ezt azért ne felejtsük el, 26 éves, 1997 október 25-én született, és hát biztosan Árnes Lott be fogja tudni illeszteni a játék rendszerébe. Egy kicsit arra is gondolnak az elemzők, hogy ha majd Szalá visszavonul, akkor az ő helyére egy hasonlóan törő, hasonló testfelépítésű játékost lehet hozni, és ez, ez minden bizonyal lehet az 1 ,75 méter 75 centi magas jobblábas Federico Chiesa. Chiesa egyébként jelen pillanat szerint a pálya a csúcsán, az árak alapján, amikor 70 milliót is adtak érte, 2021-ben volt, most már azért ennél egy kicsit, kicsit lejjebb van, és hát azt még százszerzékosan nem lehet tudni, hogy a Barcelona viszi el, vagy a Liverpool. Mindenféle egymásnak ellentmondó mondatokat lehet ezzel kapcsolatban olvasni. De rátérve a videónak a lényegére, hogy mit jelent ez szobosztai számára, ha jön ki Éza, azt kell mondjam nektek, hogy, hogy tulajdonképpen sem jót, sem rosszat, hiszen Szobosztai ki fogja szolgálni labdákkal kiézát. Arra nem nagyon lehet számítani, hogy többet fog neki adni, mint Szalá, mert az utóbbi időben Szalá már komolyabban veszi Szobosztait, és nagyon sokszor bevonja ugye a játékba. De hát azt is azért mondjuk el, hogy Szalát nem arra alkalmazza Liverpool, hogy össze-vissza passzolgasson a kapu előtt, hanem arra alkalmazza, hogy befejezze az akciókat. Tehát ezt azért figyelembe kell venni, akkor, amikor azt mondjuk, hogy nem adja vissza I love that. Hát, és itt jön a videóm leglényegesebb mondata, kiézával, ha oda jön a Liverpoolba, akkor fokozottabban igaz lesz ez. Ugyanis én nagyon-nagyon sok elemzővel, véleményel szemben, saját meggyőződésből, saját tapasztalatból azon a véleményen vagyok, hogy egy kiemelkedő játékosról van szó, aki végtelenül önző. Tehát amikor a kapuk közelébe kerül, úgy érzi, hogy neki kell befejezni a helyzetet, neki kell belőni, neki kell adni a labdát, neki kell mindent elintézni, és ennek megfelelően sokkal több kísérlete van, mint az átlagnak, és abból a sokkal több kísérletből, vagy annyit rúg be, mint a legjobbak, vagy esetleg egy kicsit többet. Tehát azt kell mondjam nektek, hogy kézára nagyon-nagyon sok hajszál fog elfogyni, hogyha végül ugye a Liverpoolba kerül a Liverpool szurkolók fejéről, mert hogy nagyon-nagyon-nagyon sokat hagy ki. Ugye, ahogy te is mondtam, tehát nem akarom ismételni, az bizonyos, hogy 25 júniusig szól a szerződése ugye a Juventusban, tehát ha a Juventus akar érte pénzt kapni, nem pedig akar, és ugye nem játszhatják, tehát egészen biztos, hogy valahova el fog kerülni, akkor most tud érte igazából jelentős összegeket megkapni, és hát meglátjuk, meglátjuk azt, hogy végül ebben a versenyben ki lesz a befutó. Federico Kéz egyébként rendelkezik egy olasz évjátékos a címmel, rendelkezik egy, egy Európa-bajnoki címmel, ezt ugye mindannyian tudjuk, nyert olasz kupát, kétszer is és mindenféle egyéb érmeket ugye a különböző csapataival, amit fel sem sorolok. A lényeg azonban az, hogy, hogy ha a Liverpoolba kerül, akkor a Liverpool szurkolók ugye nagy szeretettel fogják fogadni, aztán meg egy-két idény után fogják jelezni, hogy talán egy kicsit kollektívebben kéne játszani, talán egy kicsit lekéne kéne passzolni a labdákat, talán egy kicsit nem mindent neki kéne, neki kéne befejezni, és akkor lesznek feszültségek, ez egyértelműen elmondható. Meglátjuk, hogy egyébként mi fog történni. Ugye az ő Lion Sports Group nevű, nevű menedzser irodája, aminek ugye a tagja, az majd hogyan fog tárgyalni a Barcelonával és hogyan a Liverpoollal. Még egyszer mondom, hogy azt mondják a hírek, hogy ő inkább a Liverpoolhoz szeretne menni, de hát meglátjuk, meglátjuk, és ha oda megy, akkor elmondtam, hogy körülbelül ez mit jelent. Szóvosztai számára tehát alapvetően közömbös dolog, illetve egy picit rosszabb azzal, hogy az ő golpasszait nem biztos, hogy be fogja rúgni Ugye ez, ez, benne van a pakliban, de hát meglátjuk majd. Egyébként az is azért elmondható, hogy a Juventusnál egy jobb játékos kerettel fog majd ő pályára lépni, a Liverpoolba kerül, tehát lehetséges, hogy akkor még több lehetőségre lesz, akkor abból még több gólt fog szerezni. No hát ennyit szerettem volna mondani, ha tetszett vagy egyetért, ezt nyomj egy lájkot, ha még jobban, akkor iratkozz fel a csatornámra, vagy segítsd a munkámat a videó alatt tehát a számon. Hajrá Magyarország, hajrá Szoboszlai Dominik, a jó Isten áldjon meg mindenkit!